Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kislászló akadémikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. beszélgetést, felvételről hallják a rádióban most, örülök, hogy elfogadta a meghívást július 11-én bemutatták a James Webb első tudományos felvételeit. Óriási várakozás előzte meg. Most bejebb vagyunk valamibe? Bejebb vagyunk, persze. Egyébként nagyon fontos dolgot hadd szögezzek le. A James webb a képeit bemutatták július 11-én. Pontosabban James Biden bemutatott egy képet 11-én. A NASA 12-én négy másikat, amiben az egyik egy ilyen hótunalmas, vonalas ábra, aminek az én szívem a legjobban zsibongott, mert egy tök jó exobolygó színképet látom és másnap 13-án pedig megjelent az első hat hónapi beüzemelési tesztidőszak összes mérése. Publikusan a Barbara Mikulski Archive for Space Telescopes nevű internetes adatbázisban 100 terabájtnyi James Webb adat publikussá vált 13-án. Tehát mi a jéghegy csúcsán levő Hópihe egyik fél sarkának a négy vízmolekuláját láttuk július 11-én, és ma már ugye nap mint nap jönnek ki a szakmai fórumokon új cikkek ebből a 100 terabájtnyi, 6 hónapnyi gyakorlatilag beüzemelési adatsorból, mert egy új ablakot nyitott az univerzumra, és ezen az ablakon behullanak mindenféle érdekes dolgok. Úgyhogy nagyon sok dolog kitör, Tehát folyamatosan zsibong a dolog. De mit fognak csinálni ezzel az érdetlen mennyiségű adattal? Kiadják gebbin bekutatóknak, mindenki masszírozhatja a saját hipotézisének megfelelően? Elvileg ez is megtörténet. Nyilvánvalóan azok, akik azok a kutatói csapatok, akik a fél éves beüzemelés során megmondták, hogy na nézzük meg, fiúk, hogy mit tudom én, a NGC 6543 planetáris, hogy, hogy néz ki a webbel, azok már hónapok óta látják az adatot. Ők most írják a cikkeket. Ma reggel is kettő vagy három vagy négy cikket láttam az archive.org csillagászati preprint szerver oldalon, ahol különböző James Webb képeket analizáltak, mit tudom én, az első hat hónapból. Nagyon fontos dolog. 20 évig fog működni. Jelenleg minden jel arra mutat, hogy minden tervezett paraméterében jobb a James Webb, és ebbe a tervezett paraméterekbe beleértendő az élettartama is. Eredetileg tíz évre tervezték, de sikerült olyan ügyesen a pályára állítani tőlünk másfél millió kilométer, hogy az üzemanyag nagy része, vagy nagyobb része maradt meg, mint korábban gondolták, és ezáltal, ha nem üti át az üzemanyag tartályt egy mikrometeorit, akkor akár 2042-ig is elműködhet a dolog fantasztikus adatáram fog jönni ilyen éves ciklusokban. Ugye magyar csillagászok is nyertek műszeridőt, ők nem az első hat hónapban begyűjtött adatokat fogják majd masszírozni, vagy elemezgetni, vagy, vagy földolgozni, hanem például hogy Ábrahám Péter a Csillagászati Intézetnek a tudomás tanácsadójának februárban fogják megmérni az EX Lupi nevű fiatal csillagot. Szalai Tamás, aki ugye a Szegedi Tudományetemnek a fizikus posztdoktori ösztöndíjasa, ő neki szupernóvákat fognak majd a következő pár hónapban megmérni. Tehát hat hónapnyi adat kikerült, ezt főleg azok a csapatok értik, akik számára elkészítették a NASA munkatársai, de elvileg totálisan publikus minden. Ön is, hogyha megtanulja hogy fic képekkel, mit kell csinálni, milyen szoftvereket kell letölteni a windows vagy akármilyen más laptopjára, akkor eljátszogathat vele, szép képeket tud előállítani, de nyilvánvalóan az adatok igazi értékét a szakemberek érzik. Az, hogy dől el, hogy a műszerek hova néznek, mit keresnek? Ugye a, a beüzemelésnek a hat hónapos időszak, ugye januártól júliusig tartott ez az időszak. Ebbe az volt a cél, hogy 17 különböző módon tudja a fényt manipulálni a James Webb. Ugye a James Webbről azt kell tudni, hogy egy teniszpálya méretű árnyékoló rendszer mögött van egy 25 négyzetméteres tükör felületű nagy óriás űrbéli teleszkóp, aminek van négy nagy műszerek, különböző alműszerek, mindössze 1500 wattnyi teljesítménnyel, ami nagyjából egyébként egy hajszárító. Hát önnek nincs sok, sok szüksége rá, de valójában, ha így akarnánk összefoglalni, akkor egy teniszpálya mögött egy kis garzonlakásban van egy hajszárító. Ez orszívo. a James Vagy egy porszívó, így van. Így van, arra mindenkinek szüksége van. És hát igazából csak nagyon különleges elrendezésbe. És ezt tesztelték az első hat hónapban. Mind a 17 különböző adatgyűjtési módot kellett tesztelni, hogy fiúk, lányok működik-e úgy, ahogy szerettük volna. És hat hónap után kiderült, hogy igen. Ezek után jön az a korszak a rákövetkező húsz év, tehát fél év után jön a húsz év, amikor már versenypályázati rendszerben tudósok évente benyújtanak pályázatokat, hogy, drága hölgyeim és uraim, tekintetes bizottságok, akik bírálják a mi pályázatainkat, mi ezt azt meg azt meg azt szeretnénk megmérni. Ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy volt már a názának űrtávcsöve, ez volt a Spitzer. Az egy 80 cm átmérőjű fény, tükrös teleszkóp volt, kicsit más hullámos tartományban, mint a James Webb, de egy ökölszabály. Amihez a James, amihez a Spitzeren kellett 10 perc, azt a James Webb megcsinálja 10 másodperc alatt. 60 szor hatékonyabb. Az majdnem 100 szor. Tehát lényegben két nagyságrendel hatékonyabb és sokkal élesebb, kb. 10-szer élesebb képeket tud készíteni. Tehát effektíve egész másképp kell megtervezni most a méréseket, amikor tudjuk azt, hogy 10 másodperc alatt annyit látunk vele, mint a Spitzerrel 15 éve 10 perc alatt. Tehát pályázatokat kell beadni, és akkor zs zsűrik, ilyen bizottságok elbírálják őket, és akkor rangsorolt pályázatok alapján a távcső oda megy, ahova kérték a csillagászok egy pályázati rendszerben. Ugye nagyon fontos dolog. Erre egy nagyon erőteljes túljelentkezés várható. A Hubble űrtávcső, ami ugye 1990 és 2022 között a csúcs ragadozó volt az űrteleszkópok birodalmába, tipikusan 20-szoros túljelentkezést váltott ki a csillagászokból. Tehát fél évnyi Hubble időre, 10 évnyi mérési igény született, tehát birkoztak érte, hogy ténylegesen hát kinyerjen el műszeridőt. Ugyanez lesz a James Webb-nél is. Tehát egy ilyen tudományos előminősítés után kapják meg a lehetőséget az emberek, hogy néhány percnyi, esetleg egy-két órányi, akár 20-25-30 órány, az már nagy programnak számít a James Ebbel, e, időt kapva, hát föltárják az univerzumnak a titkait. A műszerek a James Webb-ben együtt kell, hogy dolgozzanak, vagy külön-külön is képesek feladat végrehajtásra? Például a négy műszerből kettő vagy három tud egyszerre működni, de tipikusan egy dolgozik egyszerre. Tehát ugye van egy nagy fényvödör, egy hat és fél méter átmérőjű fényvödör, ami egyáltalán azért tudott oda szépen fölkerülni, ahol van, mert össze kellett hajtogatni háromban, három rét kellett, ilyen kis origami szerűen, ugye nincs olyan rakéta hordozó ma az emberiség birtokában, ami egy ekkora távcsövet egybe föl tudott volna vinni. Tehát ugye szépen kihajlik egy ilyen nagy fényvödör, és akkor ugye le lefókuszálja a fénysugarakat, egy másik tükör visszaveri felé, és a fő tükörbe fúrt lyukon keresztül átjön a fény. És ott van négy különböző műszer platform, és ezek szépen gyűjtik a fényt, fölbontják a fényt, hogyha színképeket készítenek. De van olyan műszer is például, aminél egy kis pici mechanikus koronggal kitakarják a csillagot, és akkor a csillag fényét eltakarva, ha vannak körülötte bolygók, azokat meg lehet nézni közvetlen képalkotása. Ezt koronográfnak nevezik, és ezeket mind ugye, hát erőteljes, hát élénk elektronikai irányítással, vagy számítástechnikai irányítással kell vezérelni, tehát ezért van azt, hogy egyszerre a négy nem működik, én azt múlt héten Detra Örs kollégától, aki részt vett a fejlesztésben, és a egyik műszernek a elektronikai fejlesztő csapatának a vezetőjét, hogy azt mondta, hogy most kettő működött egyszerre, talán három is képes egyszerre, de az, hogy mind a négy egyszerre, az túl komplikált és túl kockázatos. Milyen tartományban érzékelnek ezek a műszerek? Eh, láthatóban? Tehát, ha ott ülnék a James Webben, akkor és belenéznék a lukba, akkor én azt látnám? Nem, ugye nem is lehet belenézni, mert hogy műszerek gyűjtik a fényt infravörös tartományban, a hősugarak birodalma. Ugye azt kell tudni, hogy a minden test sugároz a maga hőmérsékletének megfelelően. A mi napunknak a felszíne 6000 fokos, ezért ő a fél mikronos hullámhozon, 550 nanométeres hullámhozon a legfényesebb. Máshol is sugároz, de ott a legfényesebb. Az emberi test az 20-szor hidegebb, mint a nap, 300 Kelvin körül. Hát az már egy hullamer, 27 Celsius fokos emberi test, az a rigor mortis, tehát a hullameresség állapotában van már, mondjuk 8 órával a gyilkosság vagy a halál következte után. De lényeg az, hogy az 20-szor hidegebb, mint a mi napunk, és 10-szer hosszabb hullámos, bocsánat, és 20-szor hidegebb, és ennek következtében 20-szor hosszabb hullámoszon világít. Ön is, én is, ha egy infrakamera, egy ilyen biztonsági éjjel látó kamera nézne minket, 10 mikronon világítunk a saját hőmérsékletünknek megfelelően. A James Webb az nagyjából olyan fél mikron, 300 mikrontól nagyon mélyvöröstől indul, és egészen 28 mikronig elmegy. Na most a 28 mikron, az a 10, 3, még hosszú, az 100 kelvines, tehát a mínusz 170 fokos molekulafelhőknek a birodalmába a hideg univerzumot látja itt a közelben. De ugyanez a infravörös hullámos tartomány jön a képbe akkor is, amikor nagyon messzire nézünk az univerzum peremére, mert ez egész világegyetem tágulása miatt, amit ugye Hubble amerikai csillagász fedezett föl lassan éppen száz évvel ezelőtt, ez azt okozza, hogy minél messzebbre nézünk, a galaxisok, galaxis magok kialakuló csillaghalmazoknak a fénye annál jobban eltolódik a vörös felé a Doppler effektusnak megfelelően, és mondjuk egy 10-es, -12 12-es vörös eltolódású nagyon fiatal galaxisnak a fénye 5-6-7 mikronra esik. Tehát ezért is kell az, hogy a hősugarak a nagyon vörös, infravörös tartományba legyen érzékeny a James Webb, és ezért mondhatjuk azt, hogy egy új ablakot nyitott az univerzumra, mert voltak már ilyen műszerek, ebben a hullámos tartományban érzékenyek, a Spitzert már említettem, de az Európaiaknak a Herschel is ilyen volt, de ilyen éles képalkotással, ilyen nagy fénygyűjtő képességgel, tehát ilyen messzire, ilyen éles szemmel, még semmi nem volt képes ellátni, ezért tényleg az új ablak az igaz. Yes. Egyszerű ember, én úgy képzelem el, hogy a James Webb ott ül most egy ponton, és hozzá képest egy belülről nézve egy gömböt képes megfigyelni. Itt hogy dől el, hogy hova néz? Hát nagyjából igaz, de nem teljesen. Nem Tehát ugye a James Webb azzal, hogy a, 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 a hőmérsékletük miatt sugárzó testeket méri, önmagának nem lehet saját fénye, tehát őt le kell hűteni. Azért van egy ilyen teniszpálya méretű árnyékolő mögébe téve, hogy amikor elindult december végén, múlt évben, és akkor megérkezett ja, pár, két hét után nagyjából tőlünk másfél millió kilométer, hogy a nap körül kering úgy Föld, vagy a nap, föld, James az úgy nagyjából egy egyenes belsik, és egy év alatt körbe mennek a nap körül, ez az egész így egybe. Szóval öt ő ki kellett, hogy sugározza az összes hőt, amit még a föld felszínén tartalmazott magába. Ez magába hetekig eltartott. Ekkor hűlt le nagyjából a mínusz 200, ha jól emlékszem, 30-40 fokra Celsiusban maga az űrteleszkóp. Egyik műszerét folyékony héliummal 6 Kelvinre, tehát mínusz 267 Celsiusra kellett lehűteni, mert hennél melegább benne használhatatlanná vált volna. Tehát a hideg univerzumot az hideg univerzumnál még hidegebb távcsővel lehet csak megnézni, különben maga a távcső úgy működne, mint hogy ilyen nem tudom, egy optikai, vagy egy nagy távcsőet ilyen reflektorokból építenénk föl, hát belevilágítani az egészet, le kell hűteni. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon sokáig eltartott, úgyhogy mi nem tudnánk ugye belenézni, és bármerre nézhet, kivéve a nap felé, kivéve a föld felé. Tehát neki van egy olyan ilyen meg, megszorítás hogy a távcsőnek magának mindig árnyékban kell lennie. Teh tehát, nem fordulhat egy picit se a nap felé. Van egy zóna északon is, meg délen is, ezt az ekliptikai pólus környékén van, most ez tök minden, az égen egy viszonylag kis tenyérnyi hely, amit a bármikor meg tud nézni. Ezt tudják, hogy James Webb Continuous Viewing Zone, ugye CVZ, Continuously Viewing Viewable Zone, tehát folyamatosan látható zóna, Na azt láthatja bármikor, egyéb irányban pedig egy ilyen naptól elfelé eső félgömbön belül tud menni, vagy hát különböző helyeken. Tehát nyilvánvalóan mindig figyelni kell arra, hogy merre van a, a, merre van a nap iránya, ez a legfőbb zavaró tényező, hogy azért ment el másfél millió kilométerre tőlünk, hogy se hol ne, ne világíthasson bele a csőbe, se a földnek a fénye ne legyen túlfényes. Ugye például a hablőrtárs, ez a föld fölött kering 550 km-es Ugye neki figyelni kell a nap mellett a holdat is, meg azt is, hogy a félföld. Tehát a Föld eltakarja a világegyetemnek a felét a Hubble-távcső számára. Ugye az is egy nagyon fontos, hogy például a, 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 a Hubble-távcső belenézett a nagyon mély univerzumba, és mit tudom én gyűjtötte a fényt száz órán keresztül, akkor gyakorlatilag 66 szó újra kellett fókuszálni, mert a körül, vagy földkörű keringés a Hubble-távcső folyamatosan eléletlenedett. Most a James Webb egy ugyanolyan határfényesítő képlet felvett, nem tudom, pár óra alatt, és egyszer hozzá nem kellett nyúlni. Tehát azzal, hogy ott kint van nagyon stabil, termálisan stabil, égi is egy stabil helyzetben, maga az egész távcső is sokkal stabilabb, rezgésmentesebb, és minden sokkal tökéletesebben működik. Nyilvánvalóan az, hogy hova néz, az függ attól, hogy merre van a nap, meg különböző zavaró dolgokat még figyelmekön. A lényeg, a távcsőnek mindig árnyékban kell maradnia. Egy kérdésre keresik a választ a James Webbel, vagy amit lát, abból jönnek újabb kérdések? is is. Tehát a helyzet az, hogy a, a, a tudományban vannak az ismert ismeretlenek, ugye a known unknowns, meg az ismeretlen ismeretlenek, az unknown unknowns. Ugye a, a mit tudom én? Azt tudjuk például, hogy az EX Lupi nevű fiatal csillagnál ömlik be egy, egy, keletkező rendszerbe, ott valami anyagkorong veszi körbe a csillagot, és akkor akarjuk nézni, hogy a körülötte levő anyagban a, a szilikát szemcsék kristályosak vagy amorfak. Ez egy, ez egy tudományos kérdés. Ezt ez tudjuk, hogy ott erre kapunk választ, ha oda nézzünk a James Webb-el. Ugye Ábrán Péterék ezt fogják majd vizsgálni. Ők egy ismert, ismeretlenre kíváncsiak, hogy egy jól ismert rendszerben most éppen milyen viszonyok uralkodnak, olyan érzékenységgel és olyan pontossággal, amit korábban soha nem lehetett megkísérelni. De amikor belenéznek a tudósok mondjuk egy nagyon a nagy határfényességű felvétel, hogy a legelső kép, amit Biden állnak is bemutatott, egy galaxis halmazt mutatott, ami 4,6 milliárd fényére van tőlünk, tehát az a fény akkor indult el hozzánk, amikor a naprendszer kialakult, és mögötte háromszor, kétszer, háromszor messzebb 12-13 milliárd fényre lévő galaxisok gravitációs hatással felerősített képét látjuk eltorzított és forrásított képét látjuk. Ott például nem tudtuk, hogy mit várunk, vagy mit látunk majd mögötte. Tehát, tehát van, amikor jól ismert dolgokat akarunk megnézni, és akkor, akkor is, is előjöhetnek olyan kérdések, amelyeknek a létezését korábban nem tudtuk, de az igazi nagy fölfedezések azok meglepőek, váratlanok. A James Webb egy olyan általános felhasználású űrobszervatórium, aminél jól definiált, konkrét tudományos célkitűzések vannak. A nagyvörös eltudás univerzum, a csillagok és bolygók keletkezése, vannak-e élet létezésére utaló jelek más csillagok körül keringő bolygókon. Ezek valódi nagy tudományos kérdések, amelyeknél ilyen apróbb részletkérdéseket meg lehet vizsgálni. De vannak, amiket úgy hívnak a tudósok, hogy fishing expedition, amikor ilyen elmegyünk, hogy pecázzunk egyet, és akkor belenézünk egy ismeretlen részet just for fun mondja, a művet francia, tehát a, 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 vicc kedvéért, és akkor ha van ilyenre lehetőség, nyilván azt is meg kell érni, hogy miért akarunk egy ilyet csinálni, akkor utána ki, ki, bo, 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 ki ugorhatnak, ki jöhetnek olyan eredmények, amelyek tényleg váratlanak, tényleg meglepőek. Tehát a csillagászatban a kutatás egy ilyen csúcsműszerrel óhatatlanul tervezendő, mert versenypálti rendszerben nyerjük az időt, de az igazi felfedezések, azok tervezhetetlenek. De van arra valamilyen elmélet, hogy milyen típusú tervezhetetlen fölfedezések volnának igazán fontosak, vagy ez már a science fiction. Az már a science fiction. Én azt gondolom, hogy van annyi muníció, az ismert ismeretlenekből. És itt én nekem nyilván a szívem ez legközelebb áll ez a élet jeleinek esetleges kimutatása exobolygókon hogy ott már, ha valami szolíd fölfedezés szagú dolgot idesöpör a nekünk a szél, tehát mit én, ha a treppiszt egy vérvöröske és a hét törpe bolygórendszében, ahol hét földhöz hasonló kőzetbolygó van, három is a csillagának a lakhatósági zónában kening, és ott bármelyiknél a légkör összetétel, amit a James Webb képes megmérni, arra utal, hogy olyasféle Bioszféra által módosított légkör van, mint itt a Földön. Na már az magában egy olyan izgalmas dolog lesz, ami egy ismert, ismeretlen, de ha megtaláljuk, az nagyot fog szólni. De megyünk valamire azzal, hogyha megtaláljuk. Ahhoz messze van, hogy oda menjünk, ahhoz is messze van, hogy ők, ha vannak, ide jöjjenek. Igen, ez biztos, de ugye még egyszer, az, hogy valamiről föltételezzük, hogy létezik, vagy esetleg létezhet, vagy valamiről kimutatjuk, hogy létezik, az minőségileg különböző. Ugye tud, ha sejthetjük azt, hogy vannak csodaszép hölgyek vagy urak, de amikor találkozunk egyel, és megváltoztatja az életünket, az minőségileg különbözik. A, ugye a felvételek egy pillanatot detektálnak. Igen. Arról lehet, lehet -e tudni bármit arról, hogy mi történt azóta? Nem, az időutazás szükséges. Hozzá az időutazás egy év per év sebességgel haladunk előre a jövőbe, tehát mi csillagászok ettől el szoktunk tekinteni. Mindig azt mondjuk, hogy amit látunk, az most van. Egyszerűen nem tudjuk azt, hogy mi pontosan milyen messze van, ezért nem is tudjuk azt megmondani, hogy most épp. A, az a most, ez egy definiálhatatlan dolog. Ugye a nap 8 fényperce van tőlünk, ha főróban, akkor 8 perc múlva veszünk és akkor gyorsan meghalunk. De mondjuk, hogyha a treppiszt egyet 39 fényévre látjuk és 39 fényév távolságból detektálunk valami életaktivitásra utaló jelet, akkor az ott van még most is. Tehát ez, ez, ez ott lesz velünk a következő években, évtizedekben. Nyilván a nagyon science fiction témák, hogyha nem csak bioszignatúrákat, hanem technoszignatúrákat is találnánk, tehát technológiai civilizációk jelenlegi vagy múltbéli létezésére utaló jeleket, Na, az lenne, az igazán nagy dolog, és akkor azon vitatkoznánk nagyon sokáig, nagyon sokféle módon, de ez még az, az már az ismeretlen, ismeretlen területéhez tartozik. Tehát arra nincs is egy kézikönyv, hogy mi számít technológiai kultúra jelének? Hogy hát egy emberek, jó, az van, az. emberek írnak cikkeket erről a témáról, ez a legkönnyebb cikkeket írni, hogyha az emberből jön a szó, akkor azt leírja a papírra, és akkor ott egy cikk. Tehát ilyenek vannak. Elképzelni könnyű. Elképzelni könnyű, vannak is konferenciák egyébként az asztrobiológusok meg a hozzájuk kapcsolódó társtudományok. Ugye ez, maga ez a szó, hogy asztrobiológia, tehát a Földön kívüli élet kutatása, különböző interdiszciplinás különböző tudományterületeken átívelő módszerekkel, ez még maga is a, a lényegében a szülőcsatornában van, és már a feje kibukkan, de még maga a teste, hogy mekkora lesz ez a tudomány, igazából nem tudjuk. Tehát összegyűlnek konferenciákon, van már szaklapjuk is, több asztrobiológiai szaklap is van, ezekben jelennek meg ilyen akadémiai vizsgálatok, tehát tudományos vizsgálatoknak az eredményei, tehát ilyen megfontolások, elindulunk A-ból B-be, aztán C-be, és akkor itt ilyen tudományos okfejtéssel levezetünk valamit, hogy ezt várjuk, ha ez van, azt várjuk, ha az van, de valójában nem tudjuk, hogy odakint mi van. Ugye ezért kell a sok-sok okos elméleti ember mellé néhány empirikus is, akik aztán mondjuk ilyen csúcsműszerekkel, mint a James Webb, az elméleti számításokat lényegében tesztelni képesek. Eddig a James Webb meglepő eredményt mutatott? Az, hogy működik, ez örülünk. Az, hogy jobb, jobban működik, mint valaha is gondoltuk, ez is egy nagyon örömteli dolog az, hogy maga az a technológia, amit ki kellett hozzáfejleszteni, ez a összehajtogatott dolog, hogy beférjen a rakéta hordozó üregébe, és aztán, amikor el levált a rakétáról, és aztán elindult kifelé, tehát ez egy hihetetlen technológiai siker, hogy működik. Tehát a nagy tudományos meglepetéseket, meg a felfedezéseket, azt majd az első észlelési ciklus, meg a következő. A legelőször, az első hat hónapban olyan dolgokat néztek meg, amiről volt legalább egy Hubble távcsöveskép, kép, vagy egy földi óriás távcsöves kép, mert akkor meg lehetett nézni, hogy na ez mennyivel jobb. Tehát nem az a klasszikus fölfedező, ahogy már említettem, hogy fishing expedition, hogy elmegyünk, és akkor pecázunk, és hát, ha valami jön, hanem olyanokat néztek meg, amiről tudtuk, tudjuk, hogy hogy néz ki például a Hubble távcsővel, és akkor na, emellett nézzük meg, hogy hogy néz ki a james és akkor érzékeljük azt, hogy mennyivel jobb, mennyivel hatékonyabb, mennyivel más Tisztel az átlagszolgáltatás. Sokkal jobb. Más azért, mert nem pontosan ugyanazt a hullámos tartományt látja. Az, a Hubble az az optikaiban, tehát a mi szemünk által látott fénydetektálja. A James Webb az az infrában működik, de azt lehet mondani, hogy több paraméterében 10 kötőjel százszor jobb. Tehát egy-két nagyságrendel fölülmúl minden korábbi űrteleszkópot, ami képet a, képeket alkotott a világegyetemről. Egyértelműen a James Webb a jelenkor csúcsműszere a megfigyelt csillagászatban. Arra ad már választ, hogy megérte-e? Persze. Megért? Nem, ne, persze, nem, ez nem vitás. Tehát, hogy mondjam, ugye annak idején, 97-ben úgy indult a story, hogy New Generation Space Telescope, új generációs űrteleszkóp, és akkor az volt a mondás, hogy hát egy 5-6 év múlva félmilliárd dollárból meg lesz. Ebből lett 25 év és 11 milliárd dollár. 20 év alatt 11 milliárd dollár, akkor mondjuk az évente felett azért elköltöttünk, csak nem egyszer, hanem 20 -szor hogy ez sok vagy kevés, azért ezt föl lehet tenni, ugye egyszer a nagy számnak tűnik. Az egyértelmű, ez a legdrágább. Valaha épült legdrágább csillagászati teleszkóp, földön, égen egyaránt, összetéve, semmi nem volt még ilyen drága. Szerintem most nem merünk kérni egy milliárdnál többet földi, űr, ür, ür, földi óriás teleszkópra, meg űreszközöknél, és egy-két milliárdnál többet eddig úgy nem mert a közösség kérni. És itt is, ha azt mondta volna a, a, annak idején a műszer pályázatot összeállító csapat, hogy hát majd kérünk 20 évre 11 milliárd dollárt, nem kapták volna meg. De lényeg az, hogy ez sokkal drágába került, mint korábban terveztük, de sokat tanultunk közben, és azért ne legyenek illúzióink. A Hubble távcsőről most már így 30 év, 30 plusz év távlatából lehet tudni, hogy egy prototípusa volt egy olyan űrteleszkóp hálózatnak, amiből egy a Hubble nézett kifelé, és N, ahol N nagyobb, mint egy, néz vagy nézet lefelé a föld felé. Ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a 2010-es évek közepén az amerikai védelmi minisztérium egyszer csak szólt a NASA-nak, hogy fiúk van itt nálunk egy 2,4 méteres teleszkóp, nekünk már nem kell. Akarjátok? Ugye ebből lesz a Nancy Roman Space Telescope, a 25-26 környékén elinduló újabb 2,4 méteres űrteleszkóp. Mert ők meg, a amerikai hadsereg megépített több ugyanolyan 2,4 méteres teleszkópot, mint a Hubble, és ugye annál lehet tudni, hogy a hábul volt a prototípus, mert annál elrontották a, a műszer, a tükör fölöttnek a, a, tesztelését, és a többi már nem volt elrontva. Tehát általában a prototípusnál rontják az ilyen dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy, 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 hogy a megérte kérdésnél vegyük azt észre, hogy ezeknek a kifejlesztésében, a tudomány és a technika mellett kéz a kézben ott van, akár finanszírozóként, akár megvalósítóként a hadsereg, a védelmi erők, amelyeknél nyilván valónak tekintem azt, hogyha James Webb vagy Hubble mintájára voltak földfigyelő Hubble ürtávcserek, idézőjelbe, akkor a James Webb mintájára is vagy már léteznek, vagy ezután fognak létezni ilyen összehajtogatva kiküldött nagy távcsövek, amik nem kifelé néznek, hanem befelé. Amelyek alatt esetben megnézik azt, hogy mondjuk a orosz elnöknek az író éppen milyen újság hever. Most nyilván túlzok és viccelek, de, de ez a lényeg a dolognak. Tehát, hogy megérte -e egy tudományos kérdés kérdésfölvetés a nagyvörös eltudás univerzum és a közeli hideg objektumoknak a vizsgálata egy olyan technológia fejlesztést generált, amelynek aztán, hogy pontosan kik a felhasználói, nem tudjuk, mi tudósok mindenképpen örülünk, hogy működik, és abban is biztos vagyok, hogy ahogy a Hubble, Hubble is kellettek olyan adatfeldolgozó algoritmusok, képélesítő eljárások, amik ma benne vannak az okos a kameráiba, vagy a kamerakező szoftverébe, ugyanúgy akár a James ebből is kipöröghetnek ilyenek, ezekről nem mindig tudunk, mert az ipari alkalmazások azok nem szoktak nagy publicitást kapni, azokat egyszerűen eladják, és aztán megjelennek az eszközeinkbe. Tehát szumma akárki is használ még a James Webb Ből, vagy a James Webbhez kapcsolódó technológiát, nyilvánvalóan megérte ezt az egészet. Itt a Földön orosz háború zajlik éppen. Ennek az űrkutatásra önszerint milyen hatása lesz? Rendkívül sok és rendkívül negatív. Ugye jól lehet látni azt, hogy zajlik egy kommunikációs háború a nemzetközi űrállomás jövőbeli sorsá kapcsán. Ugye a korábbi Rossz vezető vezető Dmit Dmitmir Rogozin ugye többször elmondta, hogy az oroszok kilépnek a nemzetközi űrállomásból, különböző stílusban viszonylag, hát mondjuk így színes megnyilatkozásokba. Aztán ugye július 15-én leváltották, most jött egy új vezető, ugye Borisov, az aktuális Rossz Kozmosz vezető, aki múlt héten, vagy múlt hét előtt héten, közelmúltban, ugye bejelentette, hogy 24 után nem lesznek benne az oroszok a nemzetközi űrállomás fenntartásába. És ugye ez akkor már ez magában. Hát, de nem csak ez, tehát nem csak a nemzetközi űrállomás, tehát az oroszok mindenütt azért alapvetően ott vannak. Ugye volt egy próbálom az Erosita nevű teleszkóp, ami a németek és oroszok együttműködésébe épült meg, az elsők köz kapcsolták le február végén. Mert azt mondták, hogy a német-orosz együttműködés egy háborús helyzetben nem teszi lehetővé, hogy a tudósok együttműködése zajolhasson folyamatosan. Kuruban, a nemzet az Európai Ürügynökségnek a dél-amerikai kontinensen található űrkikötőjéből ugye rendszeresen indultak európai űrmissziók, ugye egy Soyuz hordozó rakétával. Ugye én magam is ott 2019. decemberében jártam, amikor a Keops űrtávcsőnket egy Soyuz fregat hordozó vitte föl földküli pályára. Ugye onnan március elején távoztak az orosz mérnökök, már pedig, és eleve le is állították az együttműködés az Európa űrügynökséggel, hogy a, a, francia gvajnai űrkikötőből akkor ők küldjenek tovább fel hát űreszközöket a rakétáikon. Ugye a Soyuz hordozók, azok azért nagyon népszerűek, mert relatíve olcsóak és nagyon megbízhatóak. Ugye, három év vagy négy évvel ezelőtti szám, hogy akkor 2000 indításból mindösszesen 5 volt kudarcos. Ugye a repülőgépeknél, hogyha 2000 felszállásnál öt lezuhanna, azt már rég leállítanák, de az űrrakéták birodalmában 2000 indításból, hogy csak 5 legyen kudarcos, az egy nagyon jó sikeraránynak számít. És ezért ez nagy bevétel is volt egyébként a Rossz Kozmosznak, hogy a hordozó rakétája mögött van egy 60 éves technológiai tudás, Egyébként lényegében legalább 40 éve változatlan a dolog, de hát ami működik, azt ne változtasd, mondják a okosak. Szóval a lényeg az, hogy ez is ugye most kikerült a képből. Ugye nekünk is, mint Csillagászat és Földtanyag Kutatóközpont van egy műholdunk, a GRB Alfa, egy kis 10-10 centis, 10 -10 -10 centis kocka, amivel milliárd fényévekről érkező gamma fotonokat detektálunk, azt is tavaly márciusban, még a háború előtt egy évvel, egy, ugye Bajkonurból egy Soyuz vitte föl. Tehát ez a beépülése az orosz űrkutatásnak, az űrtechnikának, a világ globális űr szektorába ez, ez, most gyakorlatilag leállt mindenütt. Ez mindenkit megérint, és mindenkit negatívan érint, teljesen egyértelműen. Ugye a nemzetközi űrállomásnál amerikaiak 1993-ban döntöttek úgy, hogy jó, építsük meg ezt, nagyon drága lesz, de bízzuk rá az oroszokra a működtetést. Ugye 1993-ban Jelcini Oroszország volt, ha emlékezünk még 30, 29 évvel ezelőtt, akkor Oroszország nemzetközi imázsa egész más volt, mint a 2022-es év Oroszországának a nemzetközi imázsa, akkor ez egy racionálisnak tűnő döntés volt, hogy jó, adjuk a mi az eszközöket, a kanadaiak is adnak bele, az európaiak is adnak bele dolgokat, a japánok is adnak bele dolgokat, de a működtetők, az egyik nagy, vagy több nagy modul szolgáltató orosz űrügynökség lesz. Tehát ők fogják adott esetben módosítani rendszeresen a nemzetközi űrállomásnak a pályát. Ugye a nemzetközi űrállomás 420 km-es magasságba kering a földkül, ott van azért nagyon ritka légkör, folyamatosan súrlódás miatt lassul, közeledik a föld fel, és időnként meg kell lökni, hogy följebb kerüljön magasabbra. Ezt eddig az oroszok csinálták. Ugye 2011-ig az amerikaiaknak volt a Space Shuttle, ugye az űrrepülőgép, ami vitt föl űrhajósokat, de aztán amikor leállították a, a, többszöri balesetek miatt, vagy többször előforduló halálos balesetek miatt az űrrepülőgép programot, onnantól kezdve 11-től 21-ig egy 10 évben csak orosz hordozók vittek föl embereket a nemzetközi űrállomásra. Ennek a függésnek a leépítése tavaly megtörtént. Ugye a SpaceX cég, maga Dragon kapszulájával tud fölvinni, meg visszahozni embereket a nemzetközi űrállomásról, tehát Amerika leválása az orosz függésről valójában már tavaly elindult, és a orosz-ukrán háború ezt egyértelműen hát fölgyorsította. Itt, itt egy, ugye, ez nagyon más, mint mondjuk a nem is tudom, az afganisztáni háború idején, vagy a viettámi háború idején, amikor különböző ilyen proxi háborúk zajlottak a világban 70 80 es években, akkor azért odakint az űrben az együttműködés, a teljes globális nemzetközi együttműködés szimbólumaként folyamatosan mentek orosz-amerikai vagy szovjet-amerikai űrkísérletek, együttműködések. És most itt, 2022-ben az ember nagyon más szeleket érez fújni. Tehát a bizalmatlanság légköre, Én azt gondolom, hogy, hogy megerősödött, nagyon nagy mértékben megerősödött. Ugye azzal, hogy megjelentek új szereplők, Kína, ugye saját maga épít egy űrállomást. Eleve a holdra, ahova amerikaiak megfogalmazták, hogy az Artemis program keretében ebben az évtizedben visszatérnek, az oroszok és a kínaiak együtt írtak alá tavaly ősszel egy együttműködési hát, szándéknyilatkozatot, hogy építsenek egy nemzetközi hát bázist, holdbázist a hold déli pólusa környékén. Pont ott ahol az amerikaiak is akarnak, az európaiakkal, meg a kanadaiakkal. Tehát igazából lehet, az első űrháború az majd a felszínén lesz, ne adja Isten, hogy ez így következzen be. De a lényeg az, hogy a bizalmatlanság légkörét nem enyhíti az, hogy van több szereplő, amelyek önállóan valódi űrhatalomként funkcionálnak. Kína egyértelműen harmadikként fölzárkozott, de itt vannak a japánok, itt vannak az indiaiak, és hát ilyen középhatalmak, ugye tavaly Izrael küldött holcondát igaz, hogy rázuhant a holdra és összetört, de hát mégis csak egy pár tízmilliós, sőt, tízmilliós ország küldött egy szondát a holdra. És akkor ott van Iránnak az űrtervei, Észak-Koreának az űrtervei, tehát az űr, amit a NATO pár évvel ezelőtt éppként műveleti területnek nyilvánított, mert folyamatosan zajlanak például hadászati célú, mondjuk műhold elhárító rakétakísérletek, és akkor keletkezik azok űrszemét, főleg a kínaiak voltak nagyon hát az oroszoknak is volt olyan kísérletük, ahol szétbombáztak valamit, és akkor teleszemetelték az alacsony földköli pályát. Tehát a lényeg az, hogy ez, a, ez, a, ez a, a katonai vagy félkatonai alkalmazása a földkörüli térrésznek, ez most tovább erősödik azáltal, hogy a földön zajlik egy ilyen, hát a bizalmatlanság légkör az, az egy nagyon enyhe megfogalmazás, háborús helyzet van, egy 110 milliós ország lerohant egy 40 milliós országot, amelynek mindenféle történelmi kapcsolódásai vannak hozzá, közben ugye a nyugat közben lép, de direktben nem kíván konfrontálódni Oroszországgal, ezért aztán egy proxy háború merevedett az egész, és ez mind kihat arra, hogy amikor mondjuk a orosz űrhajósok a nemzetközi űrállomáson mondjuk a kelet-ukrán szakadár területek zászlója előtt fotózkodnak, akkor az nem okoz jó érzéseket, mert akkor úgy érzik, hogy a, többiek, mondjuk a nyugati világ, hogy arszul csapásként élik meg. Ugye jelenleg heten vannak fönt. Három amerikai, három orosz, és vagy olasz, vagy francia a hetedik ember, aki kint van a nemzetközi űrállomáson. Hát én nem tudom, hogy milyen légkör uralkodik olyankor, amikor mondjuk adott esetben a orosz, hát mondjuk így politikai célok elérése érdekében készítenek képeket az orosz űrhajósok. Akkor vajon utána mit gondol az a három amerikai mellettük? Tehát ez a bizalmatlanság, amit már említettem többször, ez, ez most megerősödik, és akkor már csak az egy apróság, hogy nekünk a GRB Alfa műholdunkon az egyik szintillátor, az valójában a Harkivból érkezett, Ukrajnából, abból a, a műhelyből, amit most azon a jó esélye már le is bombáztak. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, és nagyon-nagyon szomorú vagyok, nagyon sok minden miatt de nyilvánvalóan a háború legszomorúbb az egészben, az egész világunknak az alapjai most kaptak egy nagy ütést, és ezt megérzi az űr űrkutatás, űrtechnika egyaránt. Mi lesz a nemzetközi űrállomással, ha az oroszok nem lökik időről időre följebb? Most már az amerikaiaknak megvan hozzá a technika, képes, tehát meg tudják csinálni. Ugye ők maguk azzal számolnak, hogy 28 tehát most van egy 24-ig érvényes szerződés. Ebben az oroszok benne vannak, és nem adtak, tehát azt megfogalmazták, amikor Borisov ott volt Putyin elnöknél, hogy a, a 24-ig érvényes szerződésből nem lépnek ki. Tehát a következő két évben még mindenképpen biztosítják a dolgoknak a működtetését. Utána, ha ők nem hosszabbítsák meg ezt a szerződést, akkor következik az, hogy egy átmenet utána a maradéknak kell működtetni az egészet. Ugye az amerikaiaknál voltak olyan megszólalások a NASA közép és felső vezetői szint közöttről, hogy tök szinte mindegy, hogy mi lesz, csak mondják már meg. Mert hogy ha, ha kivonulnak belőle, akkor az egy tiszta helyzet. Akkor amerikaiak föl tudnak készülni arra, hogy mi lesz majd az orosz orosz éra után. De mindaddig, amíg sajtóbeli üzengetések vannak, addig nincsen igazából pontos tudás, hogy mi fog történni. Tehát ügy akkor van, ha van hozzá ügyirat egy ilyen esetben az ügyirat egy szerződés bontó levél, vagy egy nyilatkozat, egy írásos nyilatkozat a mondjuk a Rossz Kozmosz által aláírva, a NASA vezetőjének címezve, vagy tisztelt XY, 2025. január 1-től nem veszünk részt benne. Akkor amerikaiak el tudnak kezdeni fölkészülni. De ilyen kommunikációt még múlt hét, pár nappal ezelőttig még nem, érkezett, nem érkezett az a amerikaiakhoz. Tehát a lényeg az, hogy hogy 30-ig beszélnek, hogy addig működhet, és hogy 31-be kívánják elengedni az amerikaiak a nemzetközi rálomásnak a kezét, ami annyit jelent, hogy egy ekkora Ugye 440 tonna, azért az nagy. Ugye 915 köbméter van légnyomás alatt tartva, egy hatalmas nagy szerkezet, egy futballpályára férne, mert egyik irányba 74 méter, a másik irányba 107 méteres kiterjedés, egy futballpályára pont így átlósan rá lehetne tenni a nemzetközi űrállomást. Tehát ez, ha a föld légkörébe besüllyed, mindenképpen lezuhan a föld felszínére. Ugye ezt irányítottan szokás ma már csinálni, hanem a kínaiaknak a visszatérő rakétafokozatáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy úgy módosítják a pályát, hogy a légkör sűrűbb részébe beérve a légellenállás nagyon gyorsan lelassítja, adott esetben szét is tépi, fölizzik, és akkor darabjaira hullva lezuhan. Ha ezt irányítottan csinálják, akkor ugye tudni kell azt, hogy a Földnek a felét úgy hívják, hogy csendes óceán. Ott nincs semmi. Pár sziget, meg néhány bálna, meg cápa, meg, meg mit tudom én állatvilág. Tehát oda úgy szokták az ilyet csinálni, hogy a csendes óceán déli része fölött zuhanjon le, ahol senkit nem zavar, legalábbis emberi, hát civilizációs termékeket nem zavaró módon vissza tud zuhanni az óceánba, és akkor pár hullámot vet, és akkor szia, itt volt nemzetközi állomás. Tehát ez a, ez a terv, ez most jelenleg úgy tűnik, hogy vagy 29-ben, de inkább 31-ben fog bekövetkezni. Tehát ebben az évtizedben még igen nagy biztonsággal kijelenthető vagy állítható az, hogy a nemzetközi űrállomás velünk lesz. Folyik ott valamilyen olyan munka, amiből itt lent valami haszon keletkezik? Hát mindig ezt mondják, 20 éve ez a mondás, hogy azért van, mert az egy földkörül keringő laboratórium, ahol a a mikrogravitációnak nevezett, ami egy nagyon félrevezető kifejezés, mert van ott gravitáció, csak folyamatosan szabad esésben van az egész űrállomás, ugyanúgy vonza, mint engemet is vonz a Föld, a nemzetközi űrállomást is, csak én nem zuhanok folyamatosan, az, amikor a lift elszakad a tartó, akkor zuhanok pár másodpercig, és akkor meghalok. Ugye a nemzetközi űrállomás is folyamatosan zuhan a pályán, a földi pályán, ezért ott súlytalanság van, ezt szeretik az amerikai szakjadalom a mikrogravitációnak hívni, vagy ebbe a mikrogyorsulási térbe. Ott lehet olyan kísérleteket végezni, amelyeknek aztán itt a Földön is lehet haszna, meg ha megyünk egyszer valaha a mélyűrbe, ott is lehet haszna. Ugye most ugye a magyar kormány megkérdette a Hunor programot, ugye Hungarian to Orbiter, egy, van tavaly évben egy magyar közönyben megjelent 99 millió dolláros támogatása, ami arra, és most zajlik az űrhajós jelölteknek a kiválasztás. hogy a külügyminisztérium, külgazdaság és külügyminisztérium menedzseli ezt a projektet, hogy ott oda tartozik közigazgatásilag a magyar űradminisztráció. Ugye a legutóbbi hírben az szerepelt, hogy 26-ra leredukálták -le az űrhajós jelölteknek a számát. Ismertem én szerint két csillagász van közöttük, én nagyon szurkolok, hogy valaki közülük legyen majd 25-ben a tervezett utazásnál a Magyarországot képviselő új űrhajós, aki majd fölmegy, és akkor ott ilyen kísérleteket végez, amely kísérleteknek az előkészítése jelenleg zajlik. Ugye nekünk a Csillagászat és Földnök van egy olyan érdekes, érde, olyan kapcsolódásunk, hogy szeretnénk a gamma műholdunknak a detektorából fölvinni egy ilyen lapkát, egy ilyen ennek a projektnek a Farvizén hát zajló fejlesztés keretében, a Miskolci Admatis Kft. vezetésével zajló űrkísérlet részeként. Egy évre kiraknánk egy dobozt a Nemzetközi űrállomás külső és akkor megnéznénk, hogy mi történik az űrbe helyezett számunkra működő Szintillátorral, hogyan öregszik az űrben az anyag. Tehát ilyen anyagtechnikai kísérletek számára a nemzetközi űrállomás olyan körülményeket biztosít, amelyek sehol máshol nincsenek, hát a Földön semmiképpen. De vannak olyan biológiai kísérletek, amelyek az űrhajósokra gyakorolt hatásokat vizsgálják. Ugye ez már a hétköznapi életet nem befolyásolja, mert ha nem mennek űrhajósok a holdra és a marsra és még tovább, akkor ezt mondhatnánk azt is, hogy hát kit érdekel. Jelenleg a föntartása a nemzetközi űrállomásnak olyan, attól függ különböző források, 3-4 milliárd dollárra teszik az éves föntartási költséget, amit együtt fizetett. Az összesen kifizetett költség a, a NASA, az ESA, a Roscosmos és a kanadaiak által ebből különböző a különböző mennyiséget fizetnek, tehát hogy ennek, hogy ugyanennyi hasznot hoz-e a nemzetközi űrállomás, nekem vannak így mondjuk így viszonylag kételjeim, de ezért ne felejtsük el, a nemzetközi űrállomás egy szimbólum. A szimbólumokat értékké konvertálni nagyon nehéz. Bármikor, amikor fölnézünk az égre, és a gyermekének meg tudjuk mutatni, nézd ott az a fényes csillag, megy át az égen, na ott most hét ember van, és az ott a ami űrállomásunk, ami a föld körül kering. Ez pénzben kifejezhetetlen dolog, és a, az űr kutatás, az űr technológia, az mégiscsak a jelenlegi technikai, technikai civilizációnak az egyik csúcs terméke. Tehát egyértelműen, ha high-tech, ha high akarunk példát mondani, akkor az űrkutatás az az. Mert olyan kihívásoknak kell megfelelni, világűrbe kell élni, mozogni, dolgozni, kisleteket végezni, olyan körülmények között kell működtetni elektronikákat, mechanikus gépezeteket, amelyek itt a Földön nem fordulnak elő, ez mindenképpen csúcstechnikát jelent. Hogy pontosan mi jön aztán vissza, mi szivárog vissza a, a társadalmi hasznosság keretén belül, ezt nem mindig látni kristálytisztán, de én érvelnék amellett, hogy ad, abban az esetben, ha csak ha csak egy szimbólum lenne már akkor is, azt gondolom, hogy ennyit megér a dolog. De föl lehet tartani a drága üreszközök iránti érdeklődést és támogatást azokon a területeken is, ahol ebben az állampolgároknak van beleszólása. Amerikában van beleszólása, Európában van beleszólása, Kínában nem tudjuk mekkora beleszólása van. Hát Nagyon nagy a presztízs a dolognak. Tehát az űrbe menés az nagyon nagy presztízsű dolog, még most is. Nem véletlen kívánnak visszatérni a holdra. De azért itt el szoktam mondani, föntartható űrkutatás, űraktivitás, az én saját személyes véleményem szerint akkor lesz, ha az képes lesz önmagát eltartani. Ha lesz olyan haszon odakint az űrben, ami megtermeli a befektetett pénzt, és még hoz is hasznos azoknak, akik befektették a pénzeket. Pont most valamelyik nap találkoztam itt Magyarországon is. Vannak emberek, akik már használják Elon Musknak a széles sávú űrbéli internet szolgáltatását, a Starlink projektnek az eredményeként. Ugye ezt pár évvel ezelőtt kezdte el nyomni, hogy akkor ne... XG, 5G, 6G, akárhány g tornyokkal szemeteljük tele a föld felszínét, hanem fényszennyező műholdakkal szemeteljük tele az éjszakai jeget. Több... Csillagászok nem örültek. Mi nem örülünk neki. Több ezer, több tízezer műholdat szeretne ki telepíteni alacsony földkörű pályára, és onnan szórni a széles sávú internetet. A helyzet az, hogy a pont az orosz, említett orosz-ukrán orosz háborúban ugye az ukránok megkaptak olyan vevő készülékeket, amivel tudták biztosítani a, a föntről jövő internet kapcsolatot, és ez a kommunikációs térben folytatott hadműveletek számára létfontosságú infrastruktúra. Tetszik, nem tetszik, ma a döntések, a politikai vonulatok azok a kommunikációs térben jelennek meg elsőként, és ott élik saját életüket. És ha valaki a kommunikációs térben nincs, akkor az olyan, mintha nem lenne, tehát nem létezne. Tehát igazából ez például, hogy internet kapcsolatot adni egy háborúzó félnek az űrből, ez egy nagyon, komoly kommunikációs fegyvertény is, de itt Magyarországon is vannak olyan területek, ahol semmilyen más szolgáltató nem képes biztosítani szélesebb internetet, csak a mask féle Starlink. Tehát igazából a, a haszon a föld körüli térrészből nagyon jól látszik. Ugye a föld megfigyelés, ami nem a nemzetközi űrállomás, hanem műholdas műholdakra alapuló technológia, az egy nagyon sok százmilliárd dolláros éves forgalmú ipari ág. Tehát ez, az űripar az egy létező dolog, az nem a nemzetközi űrállomás, hanem az a rengeteg földfigyelő műhold, ami nézi a, 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 a GPS-re, ha gondolunk, amelyek megmondják, hogy hol vagyunk a földfelszínén, a műholdak, amelyek nézik az időjárást, ez mind-mind űrtechnika, űrtechnológia a nagy fantaszták, akik szeretnék a holdat vagy a marsot meghódítani, azok azon gondolkoznak, hogy na ott mi lesz a haszon. És nem látszik egyáltalán még, hogy hol lesz ott a haszon. A nemzetközi űrállomás az valahol e kettő között van. A kis műholdas hasznot könnyű látni, hiszen ha csak a GPS műholdakra gondolunk, sugározzák a rádójeleket, okostelefonunk veszi ezeket, és a beérkező jelekből megmondja, hogy hol vagyunk a föld felszínre. Ez egyértelműen hasznos a mély űrnél nem látszik még, hogy Tehát a hold és azon túli térrészben mi lesz az, ami hasznot termel, hogy az űripar önmagát föntartó dologá váljék odakint is, az még nem látszik. Űrbéli nyersanyagok hasznosítása, kisbolygók bányászata, ilyen dolgokon lehet fantáziálni, de ez ma még science fiction. És akkor a kettő közé esik a nemzetközi űrállomás, egy laboratórium földköli pályán, ahol lehet folytatni kísérleteket. Nálam sokkal műveltebb űrkutatók valószínűleg tudnák sorolni a példákat, hogy mik jöttek ki haszonként a nemzetközi űrállomásból. Én csillagászként azt mondom, hogy e két régió között van valahol az űrállomás. Csillagászként azt látja, hogy az űrben milyen katonai, háborús eszközök vannak, vagy olyanok, amelyek minden célra használhatók. Hát a, a háborús célra használt dolgokat nem szokás megmondani. Tehát az lehet, hogy mi látunk műholdakat a körül. Tehát távcsalám képén látok egy csíkot, ami át, és nem tudom, hogy mi az. Ha nincs benne a katalógusokban, akkor az véletlenül egy katonai célú műhold. Ja, ami volt benne van és... a katalógusban, az nem. Hát ami... Hát... Hogy mi van benne a katalógusban, az megint csak az attól függ, hogy mit mondtak azok, akik mondták az adatot a katalógus. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy ez itt egy mit tudom, békés célú földfigyelő, és közben a legélesebb kém, kém műhold, Tehát le lehet tagadni valamiről, hogy az az, ami. Tehát ilyen értelemben vannak azért módszerek, hogy hogy lehet, elrejteni, vagy hogy lehet elrejteni azokat a katonai célú eszközöket, amik odakint a földet figyelik. Az érdekesebbek azok, amelyek adott esetben már távolabbra is figyelnek, figyelhetnek, mert hogy, hogy a kínaiak már ott vannak a holdon, a kínaiak már ott vannak a marson. Ők rendkívül zárkózottak azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit is csinálnak, akár a holdon, akár a marson. Én biztos vagyok benne, hogy a amerikaiakat érdekli, hogy mit csinálnak a kínaiak a holdon, tehát ha hol túloldalán van egy kínai holconda, van, vit magával krumplit, ennyit tudunk róla, meg ilyen valami bogarakat, amik aztán nyilvánvalóan elpusztultak, de nézték közben, hogy mi történik velük. Van kis autócskájuk, ami ott, ott guringászik össze-vissza. Nyilvánvalóan egyfajta kémkedés most is történik, hogy na, mit csinálnak már ott a kínaiak. És ugyanez a Marson is igaz, hogy ott is van már egy kínai marsautó de ez nyilvánvalóan ez egy, ez, egy, ez egy, nevetséges kémkedés ahhoz képest, ami itt a Földön történik, hiszen itt valódi háborús helyzetekben próbálják egymást titkait kilesni a szemben álló felek. Tehát az űr, az velünk van, pár száz, ugye a Kármánon a 100 száz re kezdődik a föld, felszíne fölött, onnantól kezdve már azt űrnek tekintjük, a valódi űr az a 5-600 km és fölötte, az velünk van, a hétköznapi ember nem veszi észre, de naponta több tucat műholdal kommunikál, már ha csak megnézi azt, hogy milyen idő lesz holnap, akkor is műholdas adatokat használ föl, és ennek a területnek a, a fejlesztései vagy lecsorognak a társadalom szintjére, vagy lecsorognak az ipari alkalmazásokba, vagy lecsorognak a hadi alkalmazásokba, ezekről általában nem tudunk. De azzal, hogy egy high-tech, fejlesztési zóna van itt a földköli térrészben, ez én azt gondolom, hogy összességében az emberi civilizáció számára egy pozitív dolog, mert olyan fejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek másképp nem jönnének létre. Az, az egy másik kérdés, hogy mire használjuk ezt. De azért hadd mondjam el azt, hogy természetesen csillagászként a űrben Működő eszközök felhasználóként magam is azért azt vallom, hogy a modern tudománynak nem ez a legfontosabb problémája, nem ez a legmagasabb prioritású kihívása, hanem a mi saját földünknek a megértése, az, hogy hogyan viselkedik a klíma, hogyan viselkedik mondjuk a világóceán, a fölmelegedéssel párhuzamosan, hogyan tudjuk ezt a gyönyörű szép kék bolygónkat megőrizni lakható bolygóként. Érdekesek a lakható exobolygók más csillagok körül 40-60-80 fényévre, de az elsődleges kérdés mégiscsak az, hogy itt mi itt a saját bolygónkkal mit csinálunk. Az űrkutatás egyébként ebben is segíthet, hiszen a Földet kívülről nézve jobban látjuk, hogy hogyan változik. Jobban megérthetjük a rendszert, amiben mi élünk. A külső szempont mindig segít, és ebben az űr számunkra kritikus hát, szolgáltokat ad. Köszönöm szépen. Az elmúlt egyarában Kislászló akadémikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója volt az aréna vendége. műsor elkészítésében Illis László, Korompai András és Módos Márton vett részt. Köszönöm a figyelmet, Externe Tibor vagyok.